Van a családban elsős gyermek? Ha igen, most számos jó tanács hangzik el, melyek megkönnyítik a kisebb és nagyobb változások legyűrését gyermeke életében. Fontos tudatosítani, hogy az óvodáskor megváltozásával, az első évfolyamba lépéssel a gyermek számára az egész világ megváltozik. Teljesen más fordulatot vesz élete, mindenben megváltozik. Opačným smerom. Z malého škôlkára, ktorý sa hrá, ktorý má, v podstate môžeme povedať, že a kis óvodás életébe, aki egész állónap csak játszik, úgymond szabad életet él, s akivel nagyon előzékenyek vagyunk, hirtelen beköszönnek a feladatok, a kötelezettségek. Felelősséggel tartozik teljesítményéért, az egész napi iskolai munkáért. Za celodennú prácu v škole. Nastupuje zmena prostredia, zmena pedagógov. Megváltozik környezete, új pedagógusok, nevelők jönnek. Új közegében sok lesz a nagyobb gyermek, tanuló, diák, akikkel azelőtt nem találkozott. És nagyok lesznek az új helyiségek, osztálytermek is, hosszú folyosók, hiszen a városi iskolákban a diákok összlétszáma több százban mérhető, ami hatalmas változást jelent egy kis elsős életében. Dlhé chodby, neznáme prostredie, toto je obrovská zmena pre žiaka. A régi óvodás barátok elvesztése, hiszen kicsi annak a valószínűsége, hogy az egykori ovisok mind ugyanabba az iskolába mennek. Az elsős gyermek életében valamennyi változást sikerül gördülékenyé tenni, ha a szülők tudatosítják az új körülményeket, és fokozatosan, türelemmel érik el azt, hogy gyermekük jól érezze magát. Mennyi szegyenni rezsim? Megváltozik a napi rend, jönnek a kötelességek, a tanulás, a játékkal eltelt idő, a kötelességekkel teli idővé változik át. A mindennapi életritmust a tanítási órák szabják meg, ami eddig nem volt. A tanítási óra felépítése teljesen más, mint az óvodában. Bár itt is van szervezett játék, olyan a közeg, melyben van szőnyeg és tér a szabad mozgásra, a gyermek akarata szerint mozoghat, de mégiscsak itt vannak az iskolapadok, a székek, így a mozgásuk jóval korlátozottabb. Musí sa sústrediť to dieťatko. Začne mať oveľa viacej povinnosti. A gyermeknek összpontosítania kell. Sokkal több lesz a kötelessége, teljesítenie kell, amire eddig nem volt szükség, s a teljesítményét értékelik is. S ez a folyamat bizony igencsak igényes, s az egész napra hatással van. V podstate to, čo predtým bolo, že voľný režim, robím v podstate, čo chcem. Elmúlik az az időszak, hogy azt csinálok, amit csak szeretnék. És ezzel nem csupán az új kisdiák élete változik meg, hanem az egész családé, hiszen a családnak a mindennapokat éppen az új követelményeknek kellene alárendelnie, vagyis a gyermek igényeihez kell igazítania. Harmonogram prispôsobovať alebo upraviť podľa potrieb toho žiačika. Az első legfontosabb lépés a helyes alvásidő, vagyis hogy a gyermek mindig kellőképpen kialudja magát. A szakemberek szerint egy elsősnek, másodikosnak legalább 9-10 órát kell aludnia, sőt, vannak, akiknek akár 11 órára is szükségük van. Így hát minden egyes gyermekhez egyénileg kell úgymond beállítani, meghatározni az alvásidőt. De ez az idő soha ne legyen 8 óránál kevesebb. A kialvatlan gyermek ugyanis nem tud jól teljesíteni, összpontosítani, feszült, nyugtalan, sírós lehet. Teljesítményére hatással van mindez. Erre tehát mindig oda kell figyelnünk. Výrazne to ovplyvňuje jeho školské výkony. Takže na toto by sme mali vždy dbať. Egy hét múlva az iskolai kötelességekről lesz szó.